Itt ülünk egy locsoló autóban, amit már is bevetett ebben a tikkasztó hőségben a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. És bizony van dolga a szakembereknek, délelőtt 10 órától egészen este 8 óráig járják ezzel a járművel az utakat. Először a főutcákat, majd próbálnak eljutni kisebb városrészekbe, és ott leszórni ezt a vizet az utakra. Körülbelül 60-70 köbméter vizet, azaz 60-70 ezer liter vizet locsolnak ki az utakra, és egy nap körülbelül 100-110 kilométert közlekednek ezzel a járművel. A tikkasztó hőség tehát elérkezett Kecskemétre a tegnapi nap folyamán. Ma körülbelül 32-33 fokot mutatnak a hőmérők, ezért párakapukat is kihelyeztek Kecskemét több pontjára. Így aki egy kicsit leszeretne hűlni, az nyugodtan menjen át alatta, hiszen ebben a melegben pár perc alatt megszáradnak a ruhák, pár perc alatt megszárad a haj. És még visszatérve a locsoló autóra, azt az érdekességet vettük észre, hogy nem csupán az utaknak van szüksége erre a vízre, hanem a járókelők is előszeretettel állnak a járda szélére, és megvárják, ameddig ez az autó elmegy mellettük, és várják a hideg vizet, ami kifolyik ebből a járműből, még akkor is, hogyha ez a vízsugár csupán csak a lábakat éri el. És ha már az utakról van szó, akkor fontos azt kihangsúlyozni, hogy a járművezetők tényleg csak akkor üljenek a volán mögé, amikor már tényleg nagyon muszáj, ugyanis ebben a hőségben nem csupán a koncentráció, hanem a reflex idő is lecsökken.